Jó reggelt kívánok magamnak, így 4,5 órányi alvás után. Arra gondoltam, hogy mi sem ragyogóbb alkalom, mint hogy elmondjam, hogy én hogyan használom a kollagént a reggeli kávémba. Elképesztően sokszor jön vissza a kérdés, hogy mégis hogyan lehet a kollagént ügyesen beépíteni a napi életvitelbe. Elmondom, hogy én hogyan csinálom. Én növényi tejet használok egy jó ideje. Ennek az az oka, hogy a kalóriatartalma nagyon alacsony, sokkal alacsonyabb, mint a tehéntej, és semmi bajom nincsen a tehéntejjel, tehát nincs ilyen averzióm, hogy nem iszom meg más állatok tejét, hanem egyszerűen 44 kalóriányi energiatartalma van általában egy sima tejnek, ennek meg csak 13, de hát ebből is az unsweetened kell venni, és akkor jár az ember jól, édesítettet nem érdemes. Én ebből használok 1 decit körülbelül, amikor hogyan sikerül, tehát nem ragaszkodom a pontos mérlegeléshez, nagyjából 1 deci ilyen édesítetlen növényi tejet használok, és akkor ebbe kerül bele 2 dolog reggelente, és majd mindjárt beszélek a másikról is, egy másik videó kapcsán is fogok, vagy már beszéltem, nem tudom, melyik kerül fel hamarabb, úgyhogy elnézést, hogy mindenféle időben beszélek erről. Amit beleteszek a reggeli kávémba, az egy ilyen mérő adagnyi lizin. A lizin egy vírusellenes készítmény, amely néhány fontos ásványi anyag cseréjében is pozitívan részt vesz. És ezekben a, hagyd ne fogalmazzak másként, vészterhes időkben, amikor mindenki fél a vírustól, akkor bizony ez egyáltalán nem baj, hogyha használatban van. Nem emiatt, a koronavírus miatt vettem annak idején lizint, hanem mert attól féltem, hogy kijön a herpeszem egy nagyon kellemetlen helyzetben, és ez az ellen is tökéletes. Le is van írva a terápiában. Szóval... igen, látszik, hogy álmos vagyok, ezt most meg kell melegítenem, anélkül most még nem fog menni a dolog. Általában 40 másodperc elég szokott lenni, addig mesélek tovább a dologról. Szóval a kollagén, ami itt van a dobozban nekem, az igazából a MyProtein ízesítetlen kollagénje. Azért az ízesítetlent használom, mert így bele tudom tenni nem csak a reggeli kávémbe, hanem akár, ha nem kávéznék véletlenül, akkor levesembe, vagy krumplipürémbe, vagy nem tudom, bármibe tényleg, főzelékembe is bele tudnám keverni, anélkül, hogy megváltoztatná az ízét. Semmit nem csinál a kajával, semmilyen más ízt nem csinál. És itt van a lizin, amiről beszéltem. Más gyártóknál is kapható, majd beteszek linket alulra, és még majd elmondom külön egy videóban, hogy miért hasznos. Ó, ez most egy kutyás bögre egyébként, nem ez a kedvenc bögrém, de az szerintem a mosogatógépben van. Jó, szóval mehet bele a... Én speciál nem iszom rendes kávét, mert nekem az nagyon erőteljes, ízű, rugalmas vagyok. Nagyon... Tehát én azt kesernyésnek találom, vagy túl savasnak találom, de ez mindenkinek a saját ízlésére van bízva. A férjem meg nem nesztetézik, úgy meg rendes kávét iszik, neki az ízlik jobban, hogy mindenkinek válik egészségére. Teljesen mindegy, és amikor már feloldódott a kávépor, akkor teszem hozzá a kollagént. Ennek egy adagja 25 g. Oké, kezdünk alakulni. Néha túltolom, és akkor meg Ó, tökéletesen eltaláltam, kiürült pedig. Szóval nem tele csészével kell, tehát mindig néznem kell a mérleget. Néha el szoktam rontani, és néha több megy bele, és akkor visszaszedem. Ebben a MyProteinben a 25 g-os adagban 22 g-nyi a kollagén, és ráadásul magas tisztaságú és kollagén peptid, tehát a felszívódása rendkívül jó, és más dolgom sincs, mint hogy alaposan elkeverjem. Nagyon jól és könnyen oldódik, hála a jó égnek, az ízét tényleg semmilyen módon nem befolyásolja a kávénak. Annyi történik összesen, hogy valami ilyen sejmesebb állaga lesz, marad benne egy-két ilyen nagyon, most ügyetlenkedek itt a telefonos verzióban, ami itt egy darab ilyen kis csomócska, vagy két darab ilyen maradt, azt egyszerűen szétnyomom az oldalán, de ennyi az oldódása, ennyi volt a kávénak. Nálam ez a reggeli, és beviszem a adatokat a kalóriabázis.hu-ba, úgyhogy egészségemre, sziasztok! Rájöttem, hogy nem beszéltem még igazából eleget magáról a kollagénről, ha már egyszer a kávét elkészítettem reggel, most már így megittem, és egy kicsit jobban magamhoz tértem. Szóval, hogy a kollagén az az anyag, amit minden műtöttnek nagyon-nagyon jó szívvel ajánlok, és a műtét alatt azt értem, hogy teljesen mindegy, hogy sleeve műtétje lesz, vagy bypass műtétje lesz, vagy plastikai műtétje lesz, és a hasát hozzák rendbe, vagy a mellét varják föl, vagy kar- vagy combplastikája lesz. A kollagén mindegyik esetben kivétel nélkül nagyon-nagyon hozzá fog járulni ahhoz, hogy az ő bőre és a hegei szebbek legyenek, és a gyógyulása gyorsabb legyen. A MyProtein kollagénjét én azért szeretem nagyon, mert ez a Magyarországon kapható legjobb árértékarányú fehérje, kollagénfehérje. Minden kollagén fehérje, de nem minden fehérje kollagén. Tehát nyugodtan használhatom erre a termékre is a fehérje szinonimát, miközben egy sima átlagos, bármilyen boltból megkapható fehérjére nem használhatnám azt a szinonimát, hogy kollagén, mert úgy a kettő az nem igaz. Na szóval ez egy kollagén, ami egyben fehérje is. Ennek 25 g az adagja, és ebben 22 g-nyi kollagén van, nincs benne semmi más ezen kívül, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a hidrolizált kollagén peptid, ami ebben a termékben van, ez a biológiailag legjobban hozzáférhető kollagén formula, nagyon könnyen felszívódik a véráromba, aminosavakra bontva, és oda jut, oda megy, ahol a szervezetnek éppen momentán akkor szüksége van erre. Ugye áfonkám, szundikálós. Ugye másenkám, szundikálós. Na, szóval nincsen benne cukor, nincsen benne zsír, tehát felesleges kalóriákat és egyéb ilyen dolgot nem tartalmaz, ez nagyon hasznos, nagyon pozitív dolog. 1 kilós a csomagolása, 40 napra elegendő, és az ára attól függően, hogy hogy tudod megvenni, például egy kedvezményes kóddal, amit majd belinkelek ide a videó alá. Ha először regisztrálsz majd a MyProtein oldalra, akkor 30% kedvezményben részesülsz bármiből, mert egyébként 10.190 forint lenne az ára, tehát abból lejön 30%, illetve szoktak nagyon jó akciók lenni a MyProteinnél. És ha regisztrálsz, akkor ezekről mindig majd kapsz értesítést, és akkor mindig el tudod dönteni, hogy mikor érdemes újabb adagot beszerezni a kollagénből. Tehát 40 napra lebontva, a teljes áron is 10.000 forintért hozzájutsz, de ha ügyes vagy, akkor 7.000 forint körül is hozzájuthatsz, néha még akár ennél is olcsóbban hozzájuthatsz. Ha ezt lebontod napi költségre, megpróbálom gyorsan kiszámolni, azt mondja, hogy számoljunk csak a könnyebbség kedvéért 10.000 forinttal, 40 napra lebontva, akkor 250 forintodba kerül naponta, hogy megidd a megfelelő mennyiségű kollagént, ez szerintem rendkívül jó arány. Úgyhogy én ezt használom, és ahogy mondtam is, ebből én az ízesítetlent, de ha valaki szeretné, akkor létezik csokoládé, eper és vanília ízben is, de akkor már korlátozva van a felhasználása, mert hát a sajtkrém levesedben nem hiszem, hogy beleraknád a csokoládé ízűt. Úgyhogy erről ennyit. Mindenkinek szívből ajánlom. Ja, azt akartam még elmondani, jaj, de izé vagyok, majdnem elfelejtettem, hogy ehhez mit kell még szedni. Hialuronsavat. Én ezt használom, mert árérték arányban ez a legjobb. 300 mg-nyi hialuronsav van benne, nem 50, mint amit általában a drogériák polcáról leveszel, és nagyon kevés, tehát abból sokat kellene beszedned egy nap, tehát minimum 200 az ajánlott bevitel naponta, ez 300, tehát ez bőven megcsinálja, és C-vitamin, tök mindegy, hogy melyik gyártótól éppen milyen ilyet kapsz a legjobb áron, körülbelül napi 1000 mg C-vitamint kell mellé rakni, ez a három dolog így együtt egészen biztosan nagyon sokat fog abban segíteni, hogy egyrészről a bőröd rugalmas maradjon a fogyás alatt, a hegeid szépen gyógyuljanak, minél kevesebb maradvánnyal, a gyógyulásod, a sebgyógyulásod bent is a gyomron belül, illetve kint is a varatoknál pedig gyorsabb legyen, illetve maga a kollagén az általános egészségi állapotunkat is javítja, tehát akár még azt is mondhatnám, hogy az immunrendszerünknek is jót tesz, használjátok egészséggel.